Na sziasztok, most két dalt hoztam el nektek. Az első az az lesz, hogy Rába közivel kezdünk, aztán pedig egy másik csárdással. Az első az az lesz, hogy háromattól jobb a fekete kánya. Akkor a jobb keze az úgy lesz, hogy G, 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 az pedig úgy fog kinézni, hogy C-mollal indulunk. Akkor lehet benne C-moll, F-moll, meg ugye az a G-basszus. Nézzük akkor először úgy, hogy C-moll. Itt átlépünk az F-nél. Utána megint C-moll, itt pedig majd így a G-re. Utána maradunk szintén C-re. Utána F-re. Itt maradunk a C-n. Utána F-re. Utána megint C-re. Itt pedig G-moll. Aztán F. Pedig megint C-moll. Igen, itt egy kicsit kavarognak a dolgok, de nem gond. Még egyszer elmondom akkor. C-moll. F-moll. Megint C-moll. És itt jön a G. Szépen, és akkor elolvassuk meg egyben. Második dal pedig az lesz, hogy esik eső hatökör szarvára. Ez úgy fog kinézni, hogy
szintén G-ről fogunk indulni, csak az izgalom a keveres, na mindegy. Csak azért, hogy most G, akkor az is G. Tehát akkor G, G, Fis, G, Gis, G, D, Gis, C, C, aztán felugrunk. Basszus. Hát basszus, most jön a basszus. Na igen, akkor úgy fog kinézni, hogy C-moll. C-mollal kezdünk. Aztán G-moll. Aztán megint C-moll. Kívánok jó tanulást mindenkinek. Szervusztok!